A föld kibontva, a gödör alján látszik a távhővezeték, a nyíregyházi Őz utcai óvoda udvarán is dolgozik a nyírtávhő, ahogy több más helyen is a városban. Idén kicsit később, csak június elején kezdtek hozzá a munkákhoz, azóta a legfontosabb feladataik közé tartozott az új bújtosi úszoda távfűtési vezetékének kiváltása és építése. Láthattuk munkatársaikat emellett a Bethlen Gábor utcában és a Ferenc körúton is. Céljuk, hogy a városlakók a lehető legkevesebbet érezzék a munkálatokból. Igyekezünk ezeket a munkálatokat úgy szervezni, hogy minél kisebb legyen a fogyasztói korlátozás, kiesés. Igazából a legnagyobb munkálat ez az úszoda környéke volt az idén a kialakítás. Szigetüzemben ment az örökös föld, hiszen a vezetéket ki kellett vennünk üzemből. Emiatt átálltunk az ottani gázmotoros fűtőműre. Én úgy gondolom, fogyasztói reklamáció, mivel nem volt ebből sem probléma. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy lesznek még az idén is olyan váratlan felújítások, amelyeket nem számolunk, de távvezetékeink olyan volumenbe ki lettek cserélve az elmúlt időszakban, hogy bízunk abban, hogy üzembiztosak leszünk a következő télen is. A fogyasztók ugyan nem látják, de a hőközpontokban is folyamatosan végzik a különböző karbantartásokat. A tervek szerint augusztus végéig, de legkésőbb szeptember közepéig a fűtési szezon kezdetére mindenhol végeznek. A nyírtávfőnél természetesen a jövőre is megvannak már az elképzelések. Stratégiai célunk az, hogy az életben maradás feltétele az, hogy bővüljön a hálózatunk. Nyilván itt elsősorban a Nyíregyháza város belvárosának a levegőtisztasága is nagyon fontos szempont, hiszen a távhő a lakókörnyezetben emisszióval nem jár, ezért a városközpontban és a város déli részén azokat az intézményeket vizsgáljuk, hogy hogyan köthetjük be a távhőszolgáltatásban. Ez egy 5 éves stratégiai célunk, és hát ennek érdekében dolgozunk. A cég a meglévő ügyfelek megtartása mellett egyébként új bekapcsolásokkal csaknem 10%-kal bővítette fogyasztói körét az elmúlt időszakban, így már mintegy 16 ezer lakás és 1000 intézmény, valamint egyéb közületi fogyasztó hőellátását biztosítja Nyíregyházán.